Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Nőnapi meglepetés, színészek szavaltak a hölgyeknek a vásárcsarnokban. Kérdi kereszteződés, szabálytalan autósok miatt veszélyes az átkelés. Együttműködés, egymás munkáját segíti mostantól a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár. Különleges módon köszöntötték a hölgyeket a vásárcsarnokban a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A Pécsi Vagyonhasznosító ZRT és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében, a színház művészeinek tolmácsolásában a magyar és a világirodalom legszebb versei szólaltak ma meg a csarnok hangszóróiból. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. Németh János szavalja éppen Petőfi Sándor Szeptember végén című versét, amit a vásárcsarnok látogatói hallhattak szerdán. A teátrum művészei közreműködésével készült különleges produkció március 8-a, azaz a Nemzetközi Nőnap alkalmából született. A Pécsi Nemzeti Színház igazgatója örömmel fogadta és támogatta az együttműködésre vonatkozó megkeresést. A vagyonhasznosító ZRT keresett meg minket, fölvettük a kapcsolatot, lángosozni voltunk, Orbán Krisztina fogadott minket többek között a vásárcsarnok igazgatója, akit régül ismerek, Szabó Szilárd urat is, aki a ZRT igazgatója, és ott találkoztunk, és ezt követte ez az esemény, amikor Orbán Krisztina, a mi kedves kolléganőnk Zábrádi Marian, marketing és kommunikációs menedzserünk összefogtak, és ezzel az ötlettel előálltak, és aztán bekapcsolódott Kisbáró Edina is a vagyonhasznosító részéről. Így kezdődött tehát a közös munka előkészítése, ennek szerdán már a végeredményét hallhattuk a vásárcsarnokban. Az általunk megkérdezett árusok szerint érezhető a megnövekedett forgalom, de nincs kiemelkedően népszerű termék, az érdeklődés szertágazó. Általában az egyszálakat cellofánba csomagolva, a tulipánot, a tavaszi virágok, de nagyon vegyes, tehát a rózsától kezdve, a kálától, a szegfűig, szinte minden fajta virágot visznek, hál' Istennek. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az árusok kínálatából válogató urak mit fejeznek ki ezen az ünnepen egy-egy szál virággal. A feleségek a hálánkat. Hogy szül gyerekeket, ilyen. Az, hogy számítanak önök, nem? Hasonlóképpen vélekedik a nőnap jelentőségéről az ismert séf, Lokodi Ákos is, aki már hajnalban felköszöntötte családja hölgytagjait. Szerintem ez pontosan ugyanolyan jó dolog megemlékezni a nőkről egyébként is, ugye, mert hogy minden nap imádjuk őket, de ez a nap, ez legyen az övék. Ez ugyanúgy, mint a gyereknap, mint az apák napja. Szerintem rendben van egy mű dolog, de akkor is szerintem van ereje. Adjuk meg a tiszteletet, igenis. A mindennapokon kívül is emeljük ki. Lokodi Ákos remek ötletnek tartja a Pécsi Nemzeti Színház nőnapi kezdeményezését. Úgy érzi, hogy a vásárcsarnok kiváló akusztikája miatt alkalmas lenne akár nagyszabású koncertek helyszínének is. Sok bosszúságot okoz a helyi lakosoknak, hogy az autósok zöme nem tartja be az 50-es sebességkorlátot a hirdett átszelő 6-os főúton található kereszteződésben. Noha az említett helyen sárga villogó és felfestett zebra is ki van alakítva, az útszakasz a tapasztalatok szerint balesetveszélyes a szabálytalan sofőrök miatt. Az ügyben illetékes Magyar Közút szerint az átkelő megfelel a közlekedésbiztonsági szempontoknak, bár a jelzőlámpa létesítésével egyetértenek, de tervezési és fejlesztési forrást nem tudnak biztosítani a fejlesztésre. Ezt a balesetet egy volt vendéglátóhely kamerája rögzítette hírden. Egy gyalogos szeretett volna átkelni a főúton, amit a túl gyorsan hajtó kamion nem vett figyelembe és méterekre tolta el az előtte lassító furgont. Ugyan halálos baleset még nem történt a kereszteződésben, az átkelés itt most sem egyszerű.
Berényi Zoltán a terület képviselője úgy véli, a komolyabb balesetek megelőzése érdekében egy lámpásgyalogát kellő létesítése lenne a megoldás. Ezzel a javaslatával az ügyben illetékes Magyar Közúthoz fordult. Azzal hárították el eddig ezeket a kéréseket, hogy nincs rá költségvetési forrásuk, illetve kevés volt a súlyos sérüléssel, ne adj Isten, halállal történő baleset, és ugyan be van véve prioritásba, de nincs rá forrás. A Magyar Közút Nonprofit ZRT-t levélben stábunk is megkereste, akik úgy nyilatkoztak, hogy a Pécs-Hirden a 6-os főút átkelési szakaszán lévő kijelölt gyalogos átkelőhely az érvényben lévő jogszabályoknak és közlekedés biztonsági szempontoknak megfelel. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszukban azt írják, a közúti jelzések jól észlelhetők, a fokozott figyelemfelhívás érdekében pedig sárga villogó figyelmeztető fényjelző készülék működik, valamint sárga keretes tájékoztató táblák vannak elhelyezve. Mint az a közleményből kiderül, bár az ő illetékességükhöz tartozik, saját forrást a baleset megelőzési szempontból ideálisabb jelzőlámpa létesítésére nem tudnak biztosítani. A közút ezért javaslatot tett a pécsi önkormányzat részére is, hogy a projektet vegye fel a tavaly indult fejlesztési programjába. Mint arról már korábban mi is hírt adtunk, a városban 34 darab új gyalogátkelőhely helyszínét készítik elő, ezek közül kettőt a Somogyvasas-Hirdi település részeken alakítanak ki. A 6-os úti átkelő fejlesztése kapcsán viszont a városüzemeltetési főosztályra nem érkezett eddig megkeresés, annak korszerűsítése ezért egyelőre nem szerepel a folyamatban lévő beruházások között. Hirden a Porbertalan utca és a Zengő utca kereszteződésében viszont lesz új gyalogátkelő, ennek engedélyeztetése jelenleg folyamatban van. Együttműködési keretmegállapodást kötött ma a Magyar Nemzeti Levéltár és a Pécsi Tudományegyetem. A partnerség célja többek között a felek tudományos munkájának összehangolása, illetve az egyetemi oktatás segítése. Mostantól a Pécsi Egyetem oktatói és hallgatói is szabadabban hozzáférhetnek a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött dokumentumokhoz. Többek között erre is lehetőséget biztosít az az együttműködési keretmegállapodás, amelyet szerdán írtak alá a felek a PTS szenátusi tanácstermében. Mint az ünnepi ceremónián elhangzott, a két intézmény hosszú távú stratégiai partnerként tekint egymásra, ennek szellemében született meg az a kétoldalú szerződés, amelynek elsődleges célja a partnerek tudományos munkájának összehangolása, illetve a közös projektek indítása. Amely ugye a levéltár és a PTE humán erőforrására épülhet. A közös munka, levéltári kutatás, ebből generált projektek lehetnek egy ilyen együttműködési terrénum. Aztán oktatás, közös oktatás. Itt is körvonalazódnak olyan külső forrásokat bevonandó elképzelések, amelyek etéren is, sőt, nemzetközi térre is utalnának. Dr. Szabó Csaba, a levéltár főigazgatója stábunknak úgy nyilatkozott, az általa vezetett intézményben 1000 évre visszamenően őriznek anyagokat. Azonban feladatuk nem csak a múlt dokumentumainak tárolása és bemutatása, fontos számukra, hogy a most keletkezett elektronikus iratokat, adatbázisokat 1000 év múlva is rendelkezésre tudják bocsátani a kutatóknak. Ez a technikai tudás az, ami az egyetem részéről is rendelkezésre áll. Mi is európai projektekkel Valenci Egyetemtől elkezdve nagyon komoly nemzetközi hálózattal rendelkezünk, mesterséges intelligencia kutatásokkal foglalkozunk, tehát itt látok egy nagyon-nagyon komoly együttműködési lehetőséget a jövőben. Az együttműködés jegyében továbbá a levéltár tudományos fokozattal rendelkező munkatársai részt vesznek az egyetemi képzésben, illetve a felek a tudományos munka összehangolása érdekében közös konferenciákat és tanácskozásokat szerveznek, közös kiadványokat jelentetnek meg, közös adatbázisokat hoznak majd létre. Mindezek mellett a levéltár őrizetében lévő, az egyetem történetét érintő történeti forrásokat a levéltár díjmentesen digitalizálja és a másolatokat partnere rendelkezésére bocsátja. Több mint egy tucat új képzés indult a Pécsi Tudományegyetemen, melyekre már idén is jelentkezhettek a diákok. Az induló szakok egy részével az intézmény reagálni kíván a meglévő társadalmi és piaci tendenciákra, de vannak olyanok is, amelyek inkább a tudományok közötti kapcsolódás irányába mutatnak. Stábunk ezeknek az újdonságoknak járt utána. Kémia, fizika és biológia.
Azok a természettudományok, amelyekre legtöbben úgy gondolunk, mint valami nehezen megfogható elméleti dolgokra. A Pécsi Tudományegyetemen azonban erre szeretnének rácáfolni az újonnan indított Z-szakkal, mely egy új és korszerű megközelítést kínál a természettudományokkal való ismerkedésben a hallgatók számára. Pirkoffer Ervintől, a TTK egyetemi docensétől megtudtuk, az új képzés célja, hogy olyan pedagógusokat neveljenek ki, akik ismerik és át is tudják adni az egyes természeti jelenségek közötti összefüggéseket. A természettudományok azokat a dolgokat tanítják meg nekünk, amelyek nélkül nem lehet élni. A gravitáció, a nyomás, a szél, a nap és minden más. És egy kicsit az éjszak arra akar mindenkit rávezetni, hogy ezeket együtt kell megtanulni, együtt kell ismerni a fizikát, a biológiát, a kémiát, a földrajzot, és amikor kinézünk az ablakon és megnézzük, hogy miért kék az ég, vagy miért süt a nap, akkor ezekre együtt kell választani a gyerekeknek. Ahogyan arról a szakember is tájékoztatott, az éjszak megoldást jelenthet akár a természettudományok területén kialakult tanárhiányra is. Az idei évben a bölcsészettudományi kar is több új képzést indított, szintén a disziplinák közötti összefüggésekre épül például a filozófia, politika, gazdaság alapszak vagy a humánökológiai mesterképzés. Hiánypótló képzésként szeptembertől pedig már kreatív írást és művészeti kritikát is hallgathatnak a diákok Pécsett. És hogy az írás miként tanulható, arról Görföl Balázs adjunktus mesélt stábunknak. Egyrészt vannak olyan technikák, olyan fogások, amiket mindenképpen el lehet sajátítani. Az írásnak van egy technikai része, puszta tehetségem, vagy az ösztönös, intuitív működésem felül mindenképpen vannak elsajátítható, praktizálható fogásai az írásnak. Másrészt pedig itt olyanfajta eszitika történeti, vagy irodalomtörténeti tudásra is szertetnek a hallgatók, amiknek a segítségével tudnak arra reflektálni, hogy mit csinálnak egyáltalán. Az egyetemen más új szakok is várnak a hallgatókra, többek között korai intervenciós mentálhigiéni és tanácsadást, de akár sörfőzést is tanulhatnak 2023-tól a diákok. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön szeles napunk lesz, záporokra is számítanunk kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!